Könnyek között üdvözölte az idén 50 éves Csitanyica Néptánc Együttes bajai delegációját Csilic Sándor. A csoport egykori vezetője jelenleg egy horvát faluban, Szutivánban él, ahova még 2010. augusztusában költözött, azonban lélekben sosem hagyta el szülővárosát. A régi csapat úgy döntött, a csoport megalakulásának 50. évfordulója alkalmából meglepetést szerveznek számára, mivel legutóbb egészségügyi okok miatt nem tudott hazautazni Bajára. Molnár Zoltán, aki itt van köztünk, fölvetette, hogy mi lenne, hogyha a Sanyi nem jön el hozzánk, akkor eljönnénk mi Szutivánra a Sanyihoz. És ez teljesen alulról szerveződött, tehát nem semmiféle, akkor még nem láttunk semmiféle támogatást. Kiszámoltuk, hogy ennyi a busz, ennyi a szállás, és összeadta mindenki a kis seppénzét, és most itt vagyunk 50 ember, ebből zöme táncolt a Sanyinál, a fönnmaradó rész az pedig a párjai a táncosoknak. Jakab Árpád azt is hozzátette, máig felelevenednek a közös emlékek, a technika segítségével pedig már van lehetőségük arra is, hogy áthidalják ezt a nagy távolságot. Csilic Sándor stábunknak úgy nyilatkozott, öröm volt újra látni a régi tagokat, különösen jó érzés volt számára, hogy az együttes egyik zenésze, Pári Béla is csatlakozott a delegációhoz Franciaországból. Csilic Sándor azt is elmondta, rengeteget utaztak, és családtagként tekintenek egymásra. Nem számítottam. Tudtam, hogy jönnek Bajáról, de hogy ezek az emberek jönnek, és ezt az élményt adták nekem köszönetbe. Én úgy érzem, hogy szívből jött, és hogy mondjam, érdemes volt azt csinálni, amit én egész életemben csináltam. Most látták, itt a hála. És az ember azt a hálát kapta, amit nem várt. Ha előről kezdeném, újból így csinálnám. És hajrá, Baja! Az est folyamán többen is átadták ajándékaikat, az ünnepeltet pedig Nyirati Klára polgármester is köszöntötte egy videó üzenettel. Kedves Sándor! Megkésve bár, de törve nem, szeretettel köszöntöm a születésnapja alkalmából. Az önkormányzat nevében Preininger Rozália üdvözölte Csilic Sándort. Az egyházügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok szerint a nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok ápolása kiemelt szerepet játszik abban, hogy egy erős közösség épüljön. Bunyavált közösség keretében ugye vannak és voltak nekünk fontos bajai embereink, akik rengeteget tettek a város társadalmi életében, a nemzetiségi identitás erősítésében. És ilyen a Csilic Sándor úr, akit csoportosan 48 személy, most mi meglátogattunk, megtisztelve a munkáját, amit ő évtizedekig tett a városunkért. A csapat vasárnap reggelig tartózkodott a szigeten, a háromnapos kirándulást pedig rövidebb megállókkal is színesítették. Az útról, az állomásokról, valamint az 50 éves Csitanyica Néptánc Együttesről bővebben is hallhatnak majd nézőink egy útifilm keretében.